Be kell repülnöm a vízbe! Kérem, ne csinálja, van még időnk, valamit kitalálunk! Most még az Isten háta mögött vagyok, ha tovább várok, sok ember fog meghalni! Maggie! Én döntöttem így! Elérkeztünk. Jó, ez az új setup, nem? Azt mondom, hogy végre elérkeztünk ideig is, bassz meg. Ja. Na, sziasztok! Hello mindenki! Üdvözlünk mindenkit! Elérkeztünk a Podfázunk podcastnek a legújabb adásához. És most a vakoknak fogok szólni, akik nem látják. Vagy akik Spotify-on vagy egyéb MP3-on hallgatnak minket. Nem jut eszembe szó. Setup váltás lett, és hát most máshogyan nézünk ki, már mi ugyanúgy a setup néz ki máshogyan, kicsit letisztultabb, kicsit minimalistább, nekem bejön. Ádám, hogyan vélekedsz róla? Hát, mivel hogy én csináltam, nekem is bejön. Egyébként várjuk a véleményeteket, kedves pontosan, hallgatók hogy kinek és hogyan bejön. Aki... Kinek hogyan bejön? Igen. Jó, nem vagyok otthon magyarban, na. De ezt te is tudod. Amúgy meg az izéket is cserélted, ugyebár a képeket a videókhoz, azokra is majd az Ádám barátunk várja a visszajelzéseket, hogy az is bejön-e mindenkinek. Így van, hát ahogy írtam is a közösségi fülön nem olyan régen, most egy nagy vérfrissítés lesz a csatornán. Pontosan. És hát ennek az egyik ilyen eleme az, hogy frissül a podcast kinézete, illetve majd a live-ok kinézete is. Videóindex képek, YouTube, intro, outro, banner, intro, outro, így van. Úgyhogy most egy ilyen nagy vérfrissítés lesz, és ennek az első ilyen nagy lépését láthatjátok most. Jelen pillanatban, így ami van. Nem más, mint... Ez az új setup. Igen. Igazából a lényeg az, hogy próbáltam egy kicsit olyan... Próbáltam minimálisra csinálni, tehát minimalistára, hogy ne legyen annyi minden a képen, ami zavaró lehet. De próbáltam egy kicsit olyan szinten izgalmassá is tenni, hogy mozog egy pár dolog, és nem olyan unalmas. Szóval ugye itt lenn például mozog a podcast logó, a kamerák kerete, a háttér is kerete, ugye. És, hát ja, meg mi is mozgunk ugye bár. Általában igen. Többségben, ha csak ki nem fagyunk esetleg. Ja, úgyhogy igazából ennyi ennek a lényege. Reméljük, hogy tetszik nektek, és meg tudjátok majd szokni. Ha nem tetszik nekem, akkor is mindegy, mert nem én csesztem erre nem tudom mennyi időt. Hát, ja, igen. Egyébként egyszerűnek tűnik, de sok időt baszakodtam vele. Már bocsánat, de vagy 5 órát legalább. Ja, na mindegy. Köszönjük, hogy itt voltatok a mai adásban. Igen, ez amúgy csak ennyi volt, tehát ez egy bejelentő. Nem tudom, a témát is csak azért raktad, hogy látszódjon, hogy ott amúgy alapból az lenne, ne csak a üres rész. Így van. Tehát ez ennyi. Köszönjük, hogy itt voltatok. Amit mindig el szoktunk mondani a Discord. Egyébként na, viccet félretéve, a kezdjünk mai adásunknak be. A témája az nem más lesz, mint a következő MCU film a sorban. Nagy nehezen haladunk ezekkel is előre. Van, ami nem más, mint az Amerika kapitány, az első bosszúálló című pontosan. Film. Amiről hát necces lesz beszélgetni, mert podcast előtt pont ezt beszéltük mindketten, hogy mindkettőnknek ilyen kicsit semleges a film. Igen. Tehát, hogy van jó nézhető, Arja, akkor ha itt tartunk, akkor szerintem kezd is. Tehát, hogy mi a véleményed így összefoglalva a filmről? Összefoglalva a film, tehát nekem tetszik amúgy, tehát jó nézhető persze minden, de hogy így annyira nagyon nagy véleményem nincs róla, mert hogy van, elkezdte Amerika kapitánynak a történetét, az alapsztoriát, egy eredet történetet kaptunk, és hát így számomra amúgy kb. Ennyi. Nincs benne olyan nagy durranás a filmben, hogy így lehessen róla így nagyon beszélni szerintem, de most fogunk. Majd addig megpróbálok összeszedni valamiket a gondolatmenetemben. Hát én azt gondolom egyébként a filmről, hogy amúgy egy korrekt film. Az igen, korrekt alap. Különösen nem gondolnám annyira nagyon jónak. Igazából negatívum sincs annyira sok vele kapcsolatban szerintem. Tényleg egy tök korrekt film, meg egy tök korrekt Marvel film is. De olyan nagyon közepes. Igen, úgy megnézi az ember, tök jót szórakozik rajta, de
nem váltja meg a világot, de nem is. És nem fog utána arról áradozni, hogy hallod, láttad ezt a filmet, igen, hanem igen. Megnéztem, ja, jó volt, elröhögtünk rajta családdal, barátokkal, és így ennyi. Alapvetően amúgy érdekes a témaválasztás, hogy mármint hát úgy, inkább úgy mondom, hogy az időszakválasztás, hogy igazából a kapitány történetét akár úgy is elővehették volna, hogy felébred New Yorkba. És hogy onnan előre? Onnantól, hogy felébred a hibernációja után. És akkor a film végén keresi meg ugyanúgy Nick Fury, hogy látják, hogy van kapitány, hogy újra csinál valamit, felélet, stb. És akkor így keresi meg Nick Fury. Vagy az, hogy már abból ott kezdődik a történet, hogy ott hozzák létre. Azt igen, igen. Volna. És tök érdekes, hogy amúgy bemerték vállalni, és visszamentek a világháború idejére, ami szerintem tök jó amúgy, mert kb. Amúgy ezen kívül nagyon nincs is ilyen háborúszerű Marvel film amúgy, hogyha így gondolkodok. Háborúszerű? Hát mondhatni a Infinity War saga. Hát, az, mert ja. Az úgymond egy háború, de azon kívül nagyon szerintem nincs. Mhm. Ez tök jó dolog szerintem amúgy. Amúgy rohadt jó, meg igazából ezt így előre leszögezném, hogy nekem Amerika kapitány ruhája szerintem ebbe tetszik a leginkább, tehát ez a... Megvan a... Nem tudom, mi történt, remélem láttad. Igen. Jó. Szóval megvan az a rendes Amerika kapitányos ruhája, de mellé azért mégiscsak katonás felszerelése van, és nekem ez nagyon bejön. Nem annyira, mert jobban, mint a ami majd a következő adásban, ami MCU-s lesz, és amiről beszélni fogunk filmben, a ruhája. Yeah, a bosszállókos, az a nagyon rikító kék, az... Geoff Jones. Az nekem tényleg nagyon ez a, hogy látszódjon az, hogy ez Amerika kapitány, és hogy azért kell ennyire kitűnni, de olyan... Geoff Jones. Szerintem olyan szörnyen néz ki. Geoff Jones. Hát értem én, de akkor is... Nézd meg, mit csinált a Justice League-el. Jogos. Ja. Na mindegy, az majd a kövi adás témája. Igen, most csak ezt egy előre le akartam. Egyébként nem is tudom, miről beszéljünk először. Szerintem karakterekről szoktunk karakterek? Általában. Nem. Történet és karakterek, vagy karakterek és történet. Karakterek hát és akkor történet. Beszéljünk a karakterekről, hát akkor nyilván kivel kezdjük? Steve Rogers. Peggyvel. Majd Peggyre is rátérünk. Ja, mert a legjobbat hagyjuk utoljára. Igen. Szóval Steve. Idadod az ügycsimet, bocsánat. Na, természetesen, uram. Steve. Steve karaktere. Kezdte egy gyerekként, aki be akart kerülni katonának, hát eléggé gyengusz volt, és végül nekiállt drogozni. Nekiállt szteroidozni, és bekerült katonának. És frisbeet dobált a nácikra. Köszönjük. Jó, akkor én is hozzáteszek valamit. Steve karaktere egyébként szerintem viszonylag jó. Bár mondjuk van egy-két dolog, amivel így kicsit így furcsállok, például, hogy oké, hogy ő szeretne ugye nagyon csatázni, de egy ilyen kis nyurga srác, aki hát eltörik mind a ropi. Ez valószínűleg. És igen, oké, próbálkozik sok helyen ugye bejutni katonának, meg minden. De hogy oké, tehát hogy átváltozik kapitánnyá, izmos lesz, magasabb lesz, de hogy ezzel együtt az is jár, hogy ő ilyen taktikailag is ekkora pró lesz, mert nem hinném. Amúgy elvileg ugye a Super Serum az agyadat is pörgeti. Hát tehát úgymond okosabb is lett. Hát jó, de nekem ez akkor is egy picit olyan furcsa volt, hogy volt a kis Brooklyn-i srác, aki hát nem tudom, tehát hogy ugye egy ilyen átlagos srác, és végig senki nem gondolná róla, hogy bármit is le tud tenni amúgy a csatatéren, és ennek ellenére, és ezért ugye elküldik szónokolni, meg mit igen, tudom igen, én, igen. És ezek után hirtelen önfejűleg ő mondja azt, hogy de ő el fog menni, és akkor hirtelen már ilyen IQ-ja lesz, hogy minden hadműveletet megszervez, meg ilyesmi. Az kicsit olyan kérdőjeles dolog nekem. Nem, mert amúgy ez tényleg kérdőjeles, mert hát az addig oké, hogy elvileg a Super Serum pörgeti az agyát, tehát valamilyen szinten okosabb lesz, mint egy átlag ember. De attól függetlenül az nem biztos, hogy azt jelenti, hogy taktikailag is ott lesz a toppon. Igen.
Mert most például mert az nem ugyanaz. Lehetsz egy okos ember, de attól függetlenül nem biztos, hogy taktikailag tudod alkalmazni az agyadat. Igen. Tehát mondjuk egy fizikus, hogyha kiviszel a harctérre, lehet, hogy meg se tudna mukkanni, hogy mit csináljál, érted? Mert igen, nem, mert valószínűleg nem fog tudni, igen. Mert hát most a fizikát elmondja neked így, de ez nem azt jelenti, hogy oda fog menni, és el fogja tudni mondani azt, hogy ha te itt vagy, és így megkerülöd, és ők meg idejönnek, akkor te fogsz nyerni. Igen. Mert ez nem így működik. Ja. Szerintem ez kicsit fura. De hát Amerika kapitány, gondolom, kapott kiképzés közben. Ja. Csak azt arról lemaradtunk szerintem, mert hogy így időbe beleférjünk. Hát igen. Egyébként még azt akartam mondani, hogy amit viszont szeretnék kiemelni, hogy tök jó, hogy érintették azt a vonalát is, és már-már kicsit ironikusan érintették, hogy eredetileg a képregényekben ugye kapitány egy ilyen propagandának indult igazából az a náci tetszett, ellen. Az tetszett, hogy így úgy indították el itt is, hogy egy propaganda, hogy lássák azt, hogy van itt valaki. Igen. És már valamilyen szintén amúgy kicsit ironizáltak is vele, hogy ugyanazt a képregényt kiadták, amit a mi világunkban, a valóságban is, igen. Meg hogy leüti Hitler, szóval ez már tényleg kicsit ilyen komikus dolog, és erről a részről ezt tetszett, hogy van egy kicsit ilyen öniróniája a filmnek, hogy azért ezt se vett olyan véresen komolyan. De azért bemutatták komolyan. Itt is az, hogy azért ennek is van java, mert a persze. Részvényeket meg viszont vitték ezt, persze. Mint a cukrot. Persze, meg örülök, hogy például az egész, mert amúgy szerintem, ha jól tudom, a kapitánynak az legelső korszaka az kb. Végig csak a nácikról szól és Hitlerről. Azt hiszem, igen, az teljesen és ugye, ahogy véget ért a háború, utána ugye a képregények is, a Wonder Woman, meg a kapitány, meg az ugye ilyen az jellegű ugye az összes, ami így propagandának ősök, indult, így ők kezdte kinőni így, ezt igen. Az egészet. Nem is az, hanem hogy így véget ért a háború, és ugye ezek a képregények, meg eleve a kép, az összes képregénynek így mit akarok mondani, bocsánat, csak nem tudok beszélni. Bár ezt már szerintem megszoktátok ez így már most lássan a nem tudom 30-valahányadik adásnál. Szóval a képregények iránti érdeklődés kezdett csökkenni, és a 60-as években azért jött az a nagy reform a Stan Lee-vel, meg ezek, hogy újra felélesszék ezt a lángot, hogy vigyék a képregényeket, és ezzel a kapitánynak az első korszakait le is zárult, és a következő korszaka az már a rendes Marvel képregényes, hősös izé volt. Ott már a rendes hős, igen, nagy de hogy az egész első ilyen izéje, az csak így a nácis izé volt Hitlerrel. Hát igen, mert hogy buzdítsa az embereket. Igen. Képregényben le lehet ütni Hitlert, akkor nehogy már valóságban, ne. Aztán ja. Pedig azt mondták, hogy az mennybe kerül, aki megöli Hitlert, úgyhogy... Istenem, jó. Komoly, hogy már meg egy kicsit. Én... Mennyit fizetsz? Jó, akkor igazából szerintem amúgy a kapitányról nagyjából elég ennyi. Összességében amúgy szerintem jól felvezették olyan, a karaktert. Nekem olyan nagyon tipikus ez a jó fiús, tehát nehéz elképzelni így nekem így a mai világban, hogy van ilyen ember, aki ennyire teljesen tisztára csak jón jár az esze. Tehát szerintem ez már nem emberi szint. Aha. Mert mindenkinek vannak hibái, és látszódott ebbe is, hogy vannak, de itt nagyon kevés volt, ami már szerintem így nem emberi. Tehát kicsit így eltávolodott tőle is, hogy ő teljesen szinte jó. Uh-huh. De ez a olyan annyira teljesen szinte, hogy ilyen 95%-ban csak jó. Ameddig egy átlag ember, meg nem is az átlag, még a legjobb ember a világon se ennyire jó szerintem. Bár mondjuk ez pont tök jó kierősíti a Doki azzal a mondatával a filmben, amikor azt mondja, hogy akiben, katona, hanem... akiben mindenkiben van jó és rossz, igen. És a szérum hatására a rossz rosszabb lesz, a jó jobb lesz, igen. És eleve azért mondjuk Steve Rogers tényleg egy jó akaratú srác nagyon. Igen. És valószínű, eleve nincs benne igazából kb. Szinte semmi gonoszság. Mert ő egy ilyen kis ártalmatlan kis izé, nem akar senkinek rosszat, érted? Nyilván van neki is rossz oldala, nem azt mondom, csak hogy nem azon jár az esze vagy. Uh-huh. És ezzel, hogy megkapta a szérumot, ezzel a jó oldala is felerősödött. A hazafisága még inkább, az emberek iránti ilyen, szeretete, hát ilyesmi. Lehet, nem tudom, nekem ez mindig így furcsa volt, hogy ennyire nagyon sarkalatosan jó. Uh-huh. Tehát, hogy olyan kicsit eltér a valóságtól ebbe szerintem. Persze, de egyébként, mondjuk, jó, de... akkor menjünk bele ebbe is egy picit egyébként, hogy alapvetően
a kapitány az maga az USA. Igen. És az USA-ról tudjuk, meg az amerikai népről, hogy egyébként azért szeretik idealizálni kicsit a dolgokat. Nagyon szeretik, tehát ők nagyon igen. azt hiszik, hogy ők vannak a középpontban, ők a legjobbak, mindenben ők a csúcson. Hogyne. És a kapitány ennek egy égköve egyébként. És hogy akkor a kapitány meg akkor ő neki kell lenni a legjobbnak. Igen. És én ezt megértem, de hogy igen, ezt így ilyen szinten ezt meg lehet érteni. De nekem akkor is ez így fura, hogy ennyire csak jó. Hát, mert azért a többi karakter, az összes többi MCU filmben szerintem lehet látni több hibát rajtuk. Tehát emberibbe. Még Thor is, aki egy isten, az is emberibb karakter, mint tökéletes Steve Rogers. Hát, jó, igazából értem, amit mondasz, de amúgy meg tudom érteni, hogy a karakter miért ilyen amúgy. Meg lehet érteni természetesen, csak mondom én, érdekes. Jó, hát akkor menjünk tovább szerintem. Bucky Barnes. Hallgatunk. Bucky Barnes. Hát amúgy itt ilyen legjobb barát karakter, aki ott van, ha kell. Igazából olyan sok minden nem tudok róla elmondani, mert nekem megvan a fejemben, hogy ez a tipikus legjobb barát a filmekben, aki ott van mindig, ha kell, amint a jó, amint a főszereplő kap egy power-upot, akkor megy és megmenti. És ez a ilyen, tehát ez, amit itt az elején is mondtam, hogy a film ilyen nagyon közép kategóriás nekem, hogy ez a ilyen, ez is már ilyen szinte klisés dolog, hogy van a, van a főszereplő, annak a legjobb barátja, aki mindig segíti, ha baj van, meg minden, és akkor a legjobb barát lesz szarban, akkor jön a főszereplő, kap egy erőt, vagy valamit, megmenti. Viszont itt jön a végén ugye a csavar, az, hogy a legjobb barát meghal. Hát meghal, mert mind tudjuk, hogy nem, de hogy meghal. Ez amúgy nekem bejött, hogy többségben általában megmenti, és akkor utána boldogan élnek, mint meg nem halnak. Úgy záródik le a film. Itt nem. És ez tetszett? Összességében egyébként nekem Bucky karakterével van egy pár gondom. Az első az az, hogy egyébként igen, tehát ez amúgy az egész filmre is elmondható, hogy kicsit klisés. Igen. A film is, a karakterek is, Bucky is. És az egyik problémám az az, hogy ahhoz képest, hogy a folytatásban mennyire hirtelen előtörnek Steve-ben az érzések, pláne így, hogy meg akarja ölni Bucky, és hogy fú, hogy mi akkora barátok voltunk, és ez a film első felében így, az első negyedében látszik is, hogy amúgy így tényleg ők jóban vannak, meg minden. Meg de... amikor kimentette még akkor is, de úgy itt a halála fele már nem annyira érződik. Összességében azt mondanám, hogy ugye az egész filmet, hogyha megnézem, a végén nem tudnám egyértelműen azt mondani, hogy ők tényleg ilyen életre, halálra való jó barátok, hanem így spanok. De hogy nem annyira jó barátok, mint amilyennek kéne, hogy higgyük, vagy tudjuk, még ott hogy a kimentéséig szerintem. Tehát, hogy ott, mert ugye de ott, én most ott azt mondom, viszont... hogy összességében az egész film, és hogyha az egész filmből nekem ez jön le, az úgy nem jó. De például, hogyha azt mondom, hogy az első 20 percet megnézem, és ott megállítom, akkor ott egyértelműen... Ott nagyon el tudom mondani, és akkor ugye, de, hogy... utána kimarad Bucky, akkor ott egyértelműen tudunk róla beszélni, és amikor visszakapjuk ott egy 10 percig kb., ott megint el lehet mondani, de onnantól, meg a kimaradt résznél egyáltalán nem lehet elmondani róla azt, hogy így annyira jó barátok. Igen, úgy nem tudom, talán lehet, hogy több jelenetük lehetett volna közösen, vagy jobban építeni ezt a régóta tartó kapcsolatot mondjuk úgy, hogy esetleg flashbackeket mutatnak gyerekkorukból, hogy mondjuk mit tudom én, Steve már óvodában is csak egy ilyen árnyék volt Bucky mellett, aki mondjuk a homokozó királya volt, vagy most érted, csak így mondok valamit. Lehetett volna valahogy mélyíteni a kapcsolatukat, hogy bemutassák, mert ugye a második részében ott már eléggé így az látszik, hogy hú, mennyire megráz ez az egész dolog. Itt meg annyira nem mutatja be azt, hogy miért is történik ez a második részben, hogy miért is ennyire nagyon jó barátok. Most nyilván amúgy én is tökre így lesokkolódnék, hogyha mondjuk 70 év múlva látnám, hogy mit tudom én, most azt hinném, hogy meghalsz, és 70 év múlva azt látom, hogy itt vagy, és hogy mi van. Igen. Csak hogy
nem tudom, összességében mondom, vannak jó részek a filmben, ami mutatja, hogy milyen jó a kapcsolatuk, csak azt nem építi tovább a film bizonyos részeken, és van, ahol látjuk, van, ahol nem látjuk, és összességében, hogyha én összeteszem ezt az egészet, annyira az egész nem filmbe, látszódik benne. Én nekem konklúzióként az jön, hogy annyira nem látszódik. Hanem mint nem az a spanok, nem is a legjobb barátok, hanem csak a szimplen barátok. Igen. Akik már hogy régóta ismerik egymást, és hogy már barátoknak nevezik egymást, nem az, hogy csak a spanok, de hogy nem az életre, halálra. Igen. Összességében meg egyébként úgy gondolom, hogy a Bucky, mint télkatonája, mint karakter, amúgy ő lehet, hogy most fogja elérni a csúcspontját, hogy végre nincs, végre, most nem rosszból mondom, csak hogy az ő számára végre nincs Steve, és most tud teljesen kiteljesedni. Például amúgy, kár, hogy nem láttad, de a Sólyom és a télkatonájában is szerintem összesen van annyi karakterfejlődése, mint az előző 6 évben. Meg hát annyi minden történik abban a sorozatban vele, mint az előző összes filmben kb. Azt elhiszem. Mert mindig nagyon parkolópályán volt amúgy, mert ha megnézed, ebbe a filmbe is amúgy viszonylag mellékszerepe van. Itt ott a télkatonája, ahol nagy szerepe van. Aztán igazából, nem tudom, Civil War van, de ott is igazából csak egy ilyen mellékebb szerep. Hát ott is van, és látjuk pár jelenetben, többségben csak harcol. Aztán Infinity War és Endgame. Ahol Infinity Warban eltűnik, hogy... tehát hogy ott szinte észre se veszed, amikor harcol, mert nem sokára rá eltűnik, amint odaérünk. A Endgame-ben meg a legvégén kapod vissza. Igen. És mondjuk, ha megnézed, akkor például ott van Hulk, akinek ugyanúgy szintén nincsen saját filmje, de azért vele az utóbbi jó pár évben sok dolog történt, mert vitték, mint mellékszál. Igen, de így folyamatosan azért igen. Ott volt ő. Tehát így fel tudod sorolni, hogy Hulk-kal mi történt, hol járt, mit csinált, stb. De úgy Bucky karakterét annyira nem. És oké, sokáig amúgy negatív karakter volt. És nyilván a negatív karaktereket kevésbé fontos építeni, mint a pozitív karaktereket. Hát azért Loki-t mennyire építették, és persze. Ő azért végig negatív igen. Volt. Na mindegy, én annyi a lényeg, hogy most remélek egy nagy ilyen kiugrást Bucky karakterével. Amúgy érdekes karaktere van, tehát lehetne hova építeni, és ezt úgy mondom, hogy én még nem láttam a Falcon and the Winter Soldier-t. Egyébként ott is vannak ilyen nagyon jó kis momentumok, amik tökre hiányoztak mondjuk a későbbi filmekből, ahol Bucky vagy a kapitány megjelenik, mert ott például az első részben elmegy egy randira egy csajjal. Ez most egy pici spoiler a hallgatóknak is mondom, nekem de is. A történet lényegében nem spoilerezek, szóval az a lényeg, hogy elmegy egy randira egy csajjal, és a csaj így visz neki virágot. És a csaj így mondja, hogy Jézus, mi a 80-as években vagyunk, hogy virággal jössz? És így, mikor randiztáltak utoljára, és mondja, hogy 70 éve. Hát és a csaj, de most komolyan, 70 éve. Szóval, hogy így itt is látszik az ilyen kis apró momentumoknál, hogy amúgy tényleg az a régi vágású csávó, aki akkor volt, csak a mai korban, és hogy még mindig nem tudta felfogni, hogy amúgy mi van vele. Hát meg azért neki jött a karakterébe, az is rohadt nagyot számít, hogy azért volt a télkatonája. Persze. Ahol meg nem is volt teljes mértékben magánál. Na de elkalandoztunk kicsit, úgyhogy térjünk vissza a első bosszúállóhoz. Bucky karakteréről te még szeretnél-e valamit hozzáfűzni? Én ennyit szerettem volna. Jó, akkor... Összességében jól működik, mint drámai elem a filmben, de lehetett volna több Steve-vel a kapcsolata. Igen, ennyi. Az igen. Mert az a baj, hogy ez a kevés kapcsolata miatt az egyik kedvenc jelenetem vele az, amikor meghal, mert ugye ez ilyen... ez de bunkó volt! Ez nagyon rosszul... Bakpik, ez nagyon rosszul hangzott, de én arra gondoltam, hogy ez egy elég nagy plot twist volt számomra, igen. Mert hogy mindenki azt hiszi, hogy megmentett, és akkor happy ending vele együtt, de nem, mert meghal. És akkor ez számomra egy elég nagy plot twist volt, ami tetszett, viszont ez miatt nem volt elég deep, mert nem volt annyira így bemutatva az, hogy ők mennyire jó barátok így összességében. És így nem tudott annyira mélyre vágni, mint hogyha így rendesen látszott volna az, hogy mennyire jó. Na mindegy. Jó, akkor szerintem menjünk tovább vörös koponyára. Én ezt akartam pont mondani, hogy akkor legyen Red Skull a következő. Akkor most kezdeném én. Összességében azt gondolom, hogy tudjuk, hogy a Marvelnek azért a gonoszok nem az erősségei, és ez Red Skull-lal is így van szerintem.
Tök jó amúgy, hogy a, bár ezt mondjuk valószínűleg valamilyen szinten a képregényekből vették. Tegyük hozzá, amúgy fontos, hogy ketten még amúgy soha nem olvastunk Amerika kapitány képregényt. Nem, csak olyat, amiben benne volt. De szóval, hogy amúgy így a kapi történelméről, karakterekről, stb. Annyit nem tudunk. Szóval, hogyha hibázunk, akkor kérlek, ne kövezzetek meg minket. De a lényeg az, hogy csak amúgy összességében az tök jó, hogy így beépítették a karaktert így a náci Németországon belül, így a náci pártnak egy ilyen hadászati valamilyeként a Hidrát, meg magát a Johann Schmidtet. Igen. Ugye? Viszont maga a karakter nekem kicsit olyan súlytalan, tehát az Erskine Doki is mesél a kapitánynak róla, hogy mi volt akkor, mikor még ő is Németországban volt, hogy ő is egy ilyen nagy prof, meg okos csávó, meg hogy kitalálta a Hidrát, és hogy mit szeretne a Hidrával, de hogy amúgy összességében nem kaptunk ebből sokat. És nem, csak az őrültet már az elején megjelenik, mint egy ilyen powerful csávó, és hogy enyém a világ, és mindenkit megölök, ez nekem kicsit olyan súlytalan, tehát akkor kicsit mutassák be a karaktert, hogy innen indult és ide ért el. És nekem annyi nem elég, hogy két mondatban lerendezik, hogy amúgy ő ez volt régen, és most már egy ilyen őrült, aki ezt csinálja. Hanem akkor kicsit részletesebben mutassák be. És nem tudom, mint Vörös Koponya is kicsit nekem olyan... nem tudom megfogalmazni, de van valami kis problémám vele. Úgy összességében nézve. De amúgy, mint korhű karakter egyébként nem rossz, szerintem. Jól beleillesztették a korba. Így van. Nem tudom azt, hogy alapból a képregényekből, hogy ott volt-e vagy nem-e. Tehát, hogy ő is kezdette akkora vagy nem. Így 45 fele, nem tudom, hogy onnan származik-e. Nem tudom. Ezt így nem tudom. Ha nem, akkor viszont szerintem jól belerakták oda abba a korba. Tehát, hogy bele tudták illeszteni, és így oda illő személyiség volt. Viszont tényleg olyan... Ő neki a karaktere számomra tényleg olyan nagy a semmilyen. Uh-huh. Tehát, hogy ott van, tudjuk azt, hogy ő a nagy gonosz, a nagy erős, a minden, és akkor, hogy tudjuk róla azt, hogy őrült, mindenki fosik tőle. Így kb. Egyetlen egy jelenet volt, amin egy jót nevettem vele. Azt szerintem neked pont mondtam is, amikor ott festegették. Ja, aha. És ott még nem láttuk azt, hogy a Vörös Koponya arca van. És akkor, hogy ott a Zemo? Hogy miért tekem a neve? Nem, meg Zemo. Nem mondom. Nem Zemo? Nem. Nem, az a másik. A Zula. Azt hiszem. Nem nagyon vagyok képben. Na mindegy, tehát, hogy az aki itt a Vörös Koponya alatt Zola. Na, igen. Az. És akkor ott festegették Vörös Koponyát, és megkérdezte az, hogy hogyan áll. És akkor ránézett a festmény, és hogy jól, és hogy látszott a megnyugvása a festő arcán. Ez számomra vicces volt, hogy ennyire fosik tőle mindenki, már hogyha nem, akkor ugye... De így kb. Ennyi, amit így ki tudnék emelni róla, mert így annyira olyan súlytalan volt. Igen, szerintem is ez a legjobb szóra. Tehát az a problémám, most akkor meg is próbálom megfogalmazni, hogy a film elején látjuk, hogy ő egy ilyen erősnek tűnő, gonosz csávó, aki feltehetőleg őrült, és kapunk 5 mondatban a múltjáról annyit, hogy ő egy náci tudós-szerűség volt, aki erőnövelő szérumot kísérletezett ki. Nem, mert azt Erskine kísérletezte ki, el, igen. És akkor ugye ezt ő használta magán, de előtte létrehozta a Hidrát, vagy utána. Tehát igen. Ezt létrehozta, és akkor hogy az egy ilyen fegyver. Szóval nem tudom, a lényeg az, hogy így elmondják, de én szeretném ezt látni is, tehát ne rendezzék már a két mondatban, tehát erre van a film, hogy elmondják. És... De még hogyha lerendezik két mondatban is, de legalább legyen valami súlya a karakternek. Igen, meg egyébként tényleg, tehát hogy annyi jött csak le a csávóból, hogy ő feltehetőleg egy magas rangú csávó a náci világban, és ezen kívül amúgy nincs hatalma, ő csak egy őrült, aki visszaél a hatalmával. És nem látszik, hogy ő az igaz, nem tudom egyszerűen megfogalmazni. Ez a baj a Marvel gonoszokkal, hogy az összes olyan semmilyen. Na, ennyi. Amúgy az, tehát teljes mértékben olyan
Semmilyen. Tehát, semmilyen. El akar pusztítani mindent, ő akar lenni a hatalmon, klisés, gonosz. Motiváció az csekély, vagy néhol nincs is. Nem is tudom azt, hogy volt valami motivációja azon ki, hogy ő akart uralkodni. Ja. Igazából erre akartam kihozni az egészet, hogy amúgy, ja, sajnos ez van az összes Marvel gonosszal. Nem az nagy részt. Semmilyenek, sajnos. És ő is ennek az áldozatául esett. Ja, szerintem ennyi elég róla, hogy őszinte legyek. Hogy igen, mert nagyon már nem lehetne mit mondani róla. Igen. És azon gondolkodok, hogy Peggyn kívül még van-e valami karakter, amit ki lehetne emelni? Mert az ezredes, vagy nem is tudom, de hát ő... Tommy Lee Jones? Nem tudom. Olyan elengedhető karakter szerintem. Hát annyira nem olyan nagy, hogy nem. Mondjunk róla bármit is. Azért bemondhatjuk mondjuk azt a... Amikor ott az autóval üldözik a repülőgépet és megnyomja a piros gombot, hogy ez elvileg a Men in Blackből akart egy ilyen jelenet átemelése lenni, amikor Will Smith nyomja meg Tommy Lee Jonesnak az autójába, hogy ez a gomb mire jó? Igen. És ugye begyorsul, és ez is egy nagy piros gomb. Ja. Összességében úgy tök jó a karaktere, ez a tipikus ilyen grumpy katona amúgy. De... Hát egy ilyen tipikus ezredes, akit elképzelsz ja. A fejedbe. Csak mondjuk nála is az van, hogy amúgy cseszegeti a kapitányt, meg minden, de hogy úgy nem látom, hogy az íróknak mi célja volt a karakterével. Poénforrás. Nem tudom, én annyit nem nevettem rajta. Nem, de hát így ezt a izé miatt mondom, pont az autós jelenet, és amikor megcsokolt a Peggyt, és akkor tőlem, ne várj csókot. Hogy így, nem jó. Tudom, lehet, hogy ez miatt így valamilyen... Mert mivel folyamat cseszegette, a kapitány sem mondhatja azt, hogy annyira felnézett rá, meg folyamatosan cseszegette a kapitány, de végül is nem láttuk, hogy mi, tehát hogy mondjuk az ezredes ezt tudatosan csinálta volna, hogy valamiért csinálja, és majd akkor ez a kapitányra valamilyen hatással lesz, hanem csak cseszegette, mert ő ilyen. Szóval, hogy úgy nem tudom, ő is olyan kis semleges karakter. De viszont ízé, amit ki akartam emelni, az, hogy mind ez a film és a Vasember egy idős ember halálával kezdődik. Akire úgymond ja, ilyen kis idősebb segítőtársuk volt. Mert ugye ott is meghalt a... Nem fog eszembe jutni a neve? És itt is meghalt Jensen. Jensen. És itt is meghalt Erskine, aki rávette őket arra, hogy tegyenek jobbat. Igen. Ja, amúgy akkor beszéljünk egy picit Erskine-ről is. Már mondjuk ugye őnek is sincs olyan sok játék ideje. Az első de alapvetően neki köszönheti ugye kapitány, hogy kapitánnyá vált. Jó ember ismerő. Igen. És amúgy tök érdekes, hogy nem tudom, hogy a képregényekben létezik-e ez a karakter, de... Na ezt én sem. De mint karaktert tekintve, amúgy szerintem egy tökre ilyen kis fricska akar lenni a náci világnak azzal, hogy... hogy a fanszőrzet. Hogy igazából ő ebbe élt, ebbe született majd, hogy nem mondhatjuk, és hogy neki ezt el kellett volna fogadnia, mint akkor az összes németnek. De hogy ő kitört belőle. Igen, mert hogy átlátta, hogy amúgy ez egy baromság. És hogy ez egy ilyen kis fricska akar lenni szerintem, hogy még a vak német is átlátja, hogy mekkora egy baromság, amit művelnek. A legtöbbel ellentétbe. Ja, mondjuk lehet. Ja. Nem tudom, én Erskine-t szimplán mindig csak annak láttam, ami egy német tudóst, aki próbált segíteni, legyőzni a német elnyomókat. És kereste a jó embert, aki megfelel ennek a dolgára. Igazából. Aztán hát megtalálta Steve Rogers személyében. Elmondta neki azt, hogy mi a legfontosabb, az, hogy ne jó katona legyél, hanem jó ember. Ja. És egy ilyen mély mondat után eltávozott közülünk, és hiánya körünkben vákumot hagyott maga után. Fú, milyen lírai vagy ma. Ezt tudod, honnan tudom? Folyamatosan rosszul volt, mindenki beteg volt, és untam már azt, hogy mindenkinek azt írogatom, hogy jobbulást, és beírtam Google-re azt, hogy mit mondjál jobbuláson kívül? És akkor hiányod, vákumot hozott létre körülbelül. És ilyeneket kimásolgattam, és mindenkinek ilyeneket küldözgettem el egyesével. És akkor írt mindenki, hogy ez mi a tököm? Hát mondom, azt írjam le megint azt, hogy jobbulást?
Hát jó, köszönjük Unor a konstruktív hozzászólást. Na, hát akkor szerintem lépjünk tovább az utolsó karakterre. A legfontosabbra. Aki nem más, mint Peggy Carter. Mellesleg. Jó személyisége. Ja, látod, most megint azt fogja hinni mindenki, hogy ilyen szexőrült állatok vagyunk. Jó, nem. Tényleg ezt abba kéne hagyni, ez így nem lesz jó. Amúgy összességében Peggy karaktere szerintem tök király. Kapitánynak az egész MCU-s útját végig kíséri folyamatosan az hát emléke. Ugye a Silverbe a halála. Így van. A valamikor azt hiszem meglátogatja, talán a izébe, a második Amerika kapitányba azt hiszem. Akkor ugye a Infinity Saga-nak a végén visszatér hozzá, megejtik azt a gyönyörületes táncot, amit ebbe a filmbe beígértek neki. Ja, és egyébként tök jó látni így, hogy vannak erős női karakterek. Igen. Akik nem attól női karakterek, hogy nők. Igen. Ezt tetszett is ott az elején, amikor levágott egyet a srácnak, aki beszólt neki, és akkor, hogy álljon föl egyből utána, és így betöri az embereit. Az így jó volt, vicces volt. Ja, meg hát igen, Hayley Atwell egy nagyon csinos színésznő. Jó, ez tény és való. Nem ez miatt akinek lesz. Van szeme, az úgyis tudja szerintem. Igen, de azon felül is jó színész. Igen. Nem csak az miatt. Ezt ki kell emelni, tehát hogy nem az miatt. Poén megvan vele, de nem az miatt. Alapból jó színész. Igen, én láttam másba is egyébként, és tök jó különben. Én az Agent Carter-t álltam neki nézni, és amúgy még annó. Aha. És pár részig eljutottam benne, hogy ott is jól játszotta, csak egyszerűen rohadt hosszú volt, és nem volt kedvem végig. Na egyszer majd én is eljutok oda, hogy végignézzem meg a Shield ügynökeit is, ami elvileg egy szenvedés már vége fele, de... Az a baj, hogy így... Nem tudom már így kifejezni. Ezek még tévébe mentek, ugye? Igen, még Viasat 3-on, mert nekem ezzel... először fölvételről néztem én. Ezekkel párhuzamosan mentek még a Netflixes sorik is? Szerintem régebbi. Nem tudom, mert... Voltak ezek, akkor később a Netflixes sorik, most meg a még szerintem, amikor ment ez, előbb kezdődtek el. Az Agents of S.H.I.E.L.D. az biztos előbb kezdődött el, szerintem, mint a Netflixes sorik. De még ment a Shield ügynökei, mikor a Netflixesek elindultak. Vagy lehet egyszer indultak, nem tudom, mert akkor, amikor én még azt néztem, akkor annyira nem voltam tisztában Netflixes dolgokkal, mert azért az így 2012 után már valamikor egyből el is kezdődött szinte. Tehát én 13 fele szerintem már. Mert ott ugye Coulsonról van szó, meg 12-ben elvesztettük. Úgyhogy, ja. Na mindegy, ez most egy ilyen kis kitérő volt, de összességében, ja, jó Peggy karakter, és tök jó, hogy ekkora hatással van kapitánya így végig amúgy, szerintem. Ez volt még az az időszak, amikor nem elcseszett, erőltetett drámai, romantikus szálakat fűztek minden egyes filmhez, mert kötelező. Igen. Tehát itt még jól le lehet vezetve, nem volt az a Morbiusos, fölösleges csók, aztán ennyi az egész. Szörnyű arra a filmbe visszagondolni, nem is tudom miért. Egyébként tök jó, hogy például ez a vize is végigkíséri ugye a kapitány, nem csak Peggy, hanem ez az utolsó randi, meg a tánc, hogy azt hiszem talán a Sharonnal van az a Peggynek ugye az unokájában, hogy... Unokahuga, hogy összemelegednek a kapitánnyal, és a Sharon kérdezi talán a kapitól, vagy valahogyan a kapi egy olyan helyzetbe kerül, hogy egy csaj azt kérdezi, hogy nem táncolunk, vagy valami ilyesmi ez így bennem van, és a kapi ott mondja, hogy nem. És hát azért nyilván, mert még Peggyvel nem táncolt. Igen, és megígérte neki, hogy az első táncát vele ejti. Igen. Úgyhogy igen, amúgy tehát látszik az, hogy elég mély hatással volt rá, és ez hiányzott Paki karakteréből. Akit elvileg már régóta ismert. És erre most jött hirtelen Carter ügynök, és nagyobb hatással volt rá egy film alatt, mint a
elvileg a legjobb barátja, akit már gyerekkora óta ismer. Hát ja, hát ez sajnos ilyen lett. Na mindegy, jó, szerintem akkor karakterekkel végeztünk. Igen. Ja, meg hát ugye még ott van a Dr. Zola, hát nem tudom, ő is olyan hanyagolható amúgy szerintem. Neki is majd a következő részben. Ilyen kis német pojáca, ennyi. Ja. Jó, na, tehát akkor most már tényleg végeztünk a karakterekkel. Akkor beszéljünk egy kicsit a történetről. De az a baj, hogy amúgy eszembe jutott, miközben a karakterekről beszéltünk, hogy ahogy beszélünk a karakterekről, igazából a történetet is kibeszéljük. És hogy most már így annyira nem nagyon tudsz történetről mesélni, ha csak nem akarod pontról pontra elmondani azt, hogy mi történt. Nem, összességében mit gondolsz a történetről? Összességében egy klisés sztori, ami nagyon közepes, jó és nézhető, de ennyi. Egy közepes, klisés sztori, semmi én is, olyan én nagy. És egyébként azt gondolom, hogy egy viszonylag korrekt történet, egy jó plot twisttel amúgy, bár mondjuk szerintem akik ismerik a képregényt, azok így számíthattak erre, hogy amúgy ez, erre majd sor kerül. Hát én ugye nem láttam, és így nem, már nem olvastam képregényt, és így nekem először ez így... Ja, de mondjuk a történet vége is egy elég nagy plot twist, mert ki gondolta volna azt, hogy kapitány annyira egy idióta lesz, hogy belevezeti magát a jégbe, amik ahelyett, hogy megpróbálná letenni valahova a gépet. Hát igen, az, azért vannak ilyen logikai dolgok is egyébként. Hogy nem tudom, bármi. Gondolom, hogyha ott van egy repülőn, akkor lehetséges, hogy egy repülőn általában vannak hát, nem hátizsákok, mi az? Ejtőernyők. De hogyha nincs is, nem tudom, valahogyan levinni föld közelbe, kiugrani belőle, vagy valami. Uh-huh. Nem tudom. Ja, hát egy normál történet, semmi extra nincs benne igazából. Amiről én még beszélnék, az az, hogy nekem már itt a tornál is egy picit, és itt már szinte teljesen átalakult a mai semmilyen MCU-ssá a filmzene. Tehát sajnos, ebből már egyáltalán nem tudok felidézni semmilyen dallamot, vagy ilyesmit, mert nincs. Az az egy ilyen régi zene van, amire a végén is táncolnak, ami az Endgame-be is szól. Ja, igen. De ezen kívül amúgy semmi, ráadásul az nem is filmzene, hanem az valamilyen betét cucc. No. Szóval az original score az már ilyen semmilyenné vált itt sajnos. Mm-hmm. Jó, most a bosszúállók az egy kivétel ezután, mert annak a zenét nyilván mindenki jó, ismeri, jó, de az egy de... ikonikus zene. Igen, de innentől már ilyen teljesen semleges az összes zene. De igazából kb. Innentől még azt az egyetlen egyet lehet kiemelni, és onnantól tényleg semmit. Mert az egyetlen egy, ami annyira ikonikus, és a többi bosszalakban feltűnik, de az attól függetlenül ugyanaz. Igen. Semmi más újdonság. Beszéljünk egy kicsit a látványról. Összességében szerintem amúgy a látvány nem rossz. Nem volt viszont azért egy-két helyen... egy-két helyen azért én ki tudom szúrni a CGI-t, és az egy picit úgy zavarja a szememet, de nem csúnya, csak úgy még azért észrevehetően... Hát vannak benne észrevehető dolgok, de azért elnézhető. Tehát nem annyira nagy baj szerintem az még, amennyire ott látszódnak benne a dolgok. Uh-huh. Ja, hát figyelj. Nem tudom, szerintem amúgy nagyjából ennyi egyébként. Igen, ezt akartam mondani, hogy nem tudom, hogy még miről tudnánk egyáltalán beszélni róla. És amúgy ettől féltem, hogy ez elég hamar meg lesz ez a hát beszélgetésünk. Hát most esélytel lett tőlünk, hát most... Mert nem nagyon fogunk erről a filmről szerintem, mert ez, ahogy beszéltük, se neked, se nekem nem annyira ilyen nagy urranás a film. Pont ez van, hogyha valami nagyon jó film, mondjuk majd a bosszúállókról biztos, hogy egy óra fölött fogunk beszélni. Valószínűleg. De, tehát, hogy ami nagyon jó, arról sokat lehet beszélni. Ami nagyon rossz, szar, arról meg azért. Így van, de ami ilyen semleges... nagyon semleges, ilyen kis közepes. Igen, erről annyit nem lehet, mert ez tényleg úgy... A legjobb megfogalmazás erre a filmre szerintem az, hogy egy ilyen korrekt iparos munka. Megmondták, csináld meg, ő megcsinálta korrekten, ahogy kellett, ahogy egy filmet megszoktak, és kész. Ennyi. Amúgy az, egy ilyen tökéletesen átlagos film lett. Nem volt semmi ambíció ebbe a filmbe, hogy
most megváltsák a világot, vagy valami, tehát nem egy ilyen bosszúállók szintű valami, vagy egy No Way Home szintű valami. Egy tényleg egy legyen, korrekt képregényfilm. Kapjon egy eredet történetet Amerika kapitány, legyen igen. Átlagos. Az lett. És egyébként, na mondjuk igen, itt már megint bejön ez a univerzum építéses hülyeség, hogy amúgy olyan érzésem van ezzel a filmmel kapcsolatban, de lehet, hogy csak azért, mert közvetlenül ennyire összeér a stáblistás jelenete a bosszúállókkal, illetve azért is lehet, mert a bosszúállók előtt ez a közvetlen film, uh-huh. De ezzel a filmmel kapcsolatban mindig olyan érzésem van, hogy ez tényleg egy ilyen pilot epizód, és hogy a bosszúállók az ilyen első rész. Hogy ez egy ilyen nagyon-nagyon felvezető, mert oké, a sztori amúgy 70 évvel korábban játszódik, de így végig azt érzem, hogy most azért mutatják be ezt az egészet, hogy a kapitány a végén felébredjen, és kezdődjék a bosszúállók. Mondjuk The First Avenger, és utána egyből az Avengers. Ez meg pláne a cím is ezt még jobban indikálja, szerintem így tudat alatt. Nem csak az, hogy Amerika kapitány, mint ugye Vasembernél, vagy Tornál, hogy szimplán csak a nevük van benne, igen. Hanem Amerika kapitány az első bosszúálló. Uh-huh. Tehát, hogy már ebbe is benne van az, hogy ő bosszúálló már a következő film. Úgyhogy lehetséges, hogy egy ilyen kis felvezetőszerűség. Ahhoz amúgy, ahhoz jó, de külön filmként átlagos, klisés. Egyébként szerintem nagyobbat mehetett volna az a jelenet, hogyha nem mutatják be egyből, hogy ez most akkora izé, már a bosszúállókhoz nagyon közel járunk, hanem hogy ott így lelövik, hogy picit elnyújtják, hogy hol vagyok, mi ez a hely, ki maga, miért vagyok itt, ezt jobban megcsinálják, jobban kibontják, és ott így elvágják. És akkor mondjuk a bosszúállók az úgy kezdődik, vagy amikor eljutunk oda, hogy a kapitányt besorozzák, akkor ugyanide visszakerülünk, és akkor már tudja a néző, hogy mizu van, és akkor így a kapitány is valahogy kijut, vagy ilyesmi. Szóval szerintem az úgy misztikusabb lett volna, meg érdekelte volna jobban a nézőket is, hogy mi van. Bár mondjuk amúgy nem biztos, hogy összekapcsolták volna. Pláne így, hogy hát nem, jó, most hülyeségeket akarok beszélni, csak rájövök, hogy mielőtt kimondanám, eszembe jut, amivel már cáfolni tudom, szóval inkább ki sem mondom. De hogy ilyenkor mindig így kavarodnak az ötletek, csak ja, most mindent megszáfoltam, amit mondhattam volna. Nem baj, Ádám. Ja, mert szeretem. Akartam volna mondani például, hogy tök jó, hogy el tudták volna hitetni a nézőkkel, hogy amúgy még akkoriba vagyunk. De hát, hogy lehetett volna, amikor a film elején találják meg a, nem tudom, 70 évvel később? Hát, hogy ébredhet fel a múltba? Igen, szóval ilyen ötletek mindig vannak bennem, csak mielőtt elmondanám, azt így megszáfolom belül. De lényeg az, hogy ezt így tökre el tudták volna nyújtani szerintem, és tökre egy ilyen misztikusságot adhatott volna az egészhez, hogy most ő hol van, mi történik. És akkor mondjuk nem is kellett volna korhű ruha, korhű díszlet, hanem egy ilyen teljesen semleges valami, mondjuk egy beton vagy egy téglafalas szobában. De az a baj, hogy ez akkor meg már az lenne, hogy egy úgymond after credit scene lenne a legjobb része a filmnek. Mert akkor tényleg az lenne a nagy durranója az alap semmilyen ilyen átlagos filmnek. Uh-huh. És akkor azzal meg... Ja, ilyen, nem tudom, nekem az olyan hülye érzés lenne. Na mindegy. Összességében egyébként remélem nem veszi azt úgy senki, hogy nem szeretjük ezt a filmet. Ja nem, azt nem mondjuk, szeretjük hogy nem szeretjük, filmet. Hanem... Szeretjük a filmet, csak olyan oké. Okay. De összességében egyébként meg az egész MCU-t nézve szerintem talán a kapitánynak van a legjobb filmsorozata. Amúgy ez biztos. Amúgy ez egy tök korrekt kezdés amúgy. Az, és ugye pláne hogyha ugye Civil War volt. Vár. Nem tudom miért mondtam így, nem. Hú, már fáj. Szóval a Civil War az ugye meg a harmadik része. Az Amerika igen. Kapitánynak, tehát azért elég erős második és harmadik része hát van én neki. Én szerintem a Télkatonája az egyik legjobb Marvel film, az a biztos, Civil War az meg az egyik jó. Legjobb Marvel film szintén, igen. Szóval hogy így... Igen, ja. Tehát elég jó trilógiát kapott, kezdés. És amúgy kezdésnek korrekt, meg minden, aha. Csak olyan, hogy nagyon átlagos. Egyértelműen a három film közül amúgy ez a legkevésbé erős, igen, de hogy nem rossz amúgy, igen. De ez a jó, amikor a leggyengébb a három film közül is egy átlagos. Aha.
Mert hogyha az a leggyengébb, akkor onnan egyértelműen már csak fölfele van, és a második és a harmadik rész, az már szerintem elég erős. Meg egyébként pont ez, hogyha így franchise-ba gondolkodunk ezzel, lehet, hogy nem is lőttek így mellé, hogy nem akartak akkorát álmodni az első filmmel. Mert akkor most... nem biztos, hogy utána meg fölérték volna szintet, és akkor onnantól meg már csak lefele. Igen, és akkor nem tudnánk ezt elmondani, hogy mint ahogy szín. Sokan vannak a Vasemberrel. Hogy sokan annyira istenítik az első részt, uh-huh. hogy szerintük a második és a harmadik már nem ér föl addig. Uh-huh. Most akkor, hogyha ezzel is lőttek volna egy olyan szintet, és akkor onnantól meg, hogyha csak lefele, akkor az a későbbiekben nem jó. Itt az elején megfogta őket egy átlagos eredet történet, és akkor onnantól, aki szerette, az meg nézte a többit, ami meg csak jó. ment fölfele. Így van, így van. És ez ugye legérdekesebb, hogy én amúgy annyira nem vagyok oda a kapiért. Tehát, hogy el vagyok vele, de nekem egyáltalán nem az egyik kedvenc karakterem, és még így is eléggé szeretem a második és a harmadik részét. Nekem se, hát 6 éve gyűjtök, és még egy képregény sem olvastam el, ami csak róla szól, szóval. Igen, tehát annyira már nem pedig szeretem. Lett volna lehetőségem rá, de még annyira nem, de nem jutottam el oda, hogy izé, hogy így. Na, most akkor olvasok egy kapit. Igen, annyira nem szeretem, és ahhoz képest azért eléggé megfogott a többi filmje. Uh-huh. Még így kezdetben így ez is, hogy hú, Amerika kapitány, meg minden, de annyira nem. Igen, és egyébként, amit nagyon fontos kiemelni ezzel a filmmel kapcsolatban még, hogy ez az utolsó olyan film az MCU-ban, amit a Marvel Studios csinált, mint ja, különálló stúdió. Disney. Igen, itt már megvette egyébként a... hogy itt zajlott a deal a Disney-vel, és úgy állapodtak meg egyébként először, hogy a bosszúállókkal fejezi be a Marvel Studios az önálló munkát. De aztán mégse, mert igen. A bosszúállók az már szerintem eléggé Disney. Az már Disney, igen. Csak eredetileg az volt a deal, hogy ugye a Marvel Studios, mint filmstúdió megcsinálja a filmet, legyártja, és a Paramount Pictures pedig segít nekik distribútolni. Mi ez magyarul? Nem jut eszembe a szó. Distribútolni, igen. És... Kikürtöz? Terjeszteni, igen. Szóval mozikba küldeni, meg stb. Azért csak kitaláltuk. Sikerült, igen. Bocsánat a hunglisért. Szóval, hogy... Énkor én mindig azt találom ki, hogy én két anyanyelvű ember vagyok, és akkor így le tudom tagadni azt, hogy nem tudok beszélni, csak két anyanyelvű. Szóval, igen, az első hány film ez? Három. Négy, igen. Mert kettő Vasember, igen. Egy Thor és egy Amerika kapitány. Igen, szóval ezt az első négyet még a Paramount-tal együtt csinálta a Marvel Studios, és akkor a dealben úgy volt, hogy a bosszúállókat is még itt csinálják, de itt már a deal megváltozott arra, hogy akkor már inkább onnan veszik fel a fonalat a Disney, és akkor a bosszúállók lett az első Disney-s Marvel film, amin már nagyon látszik szerintem. Ja, és ez amúgy az, hogy megtalálják kapitányt, a toros történet és a Vasember 2 az ugye két hét alatt játszódik. Uh-huh. Nick Fury-nek elég érdekes két hete volt, az biztos. Igen, de ezt így mondják is a timeline-ban amúgy. Ja. Hogy de nem tudom, hogy mondják, Nick de... Nick Fury's big, vagy valami ilyesmi, nem? Valami ilyesmit, igen, így mondják. Egyértelműen így jelölve van amúgy így időben, mert néztem nem egy ilyen Marvel-es timeline-t, és mindenhol jelölve van, hogy Nick Fury's... Igen. Valami ilyesmiként van jelölve, mert ugye nekünk később jöttek ki a filmek, de ez alapból így két hetet zár be ez egész, hogy Vasember 2, akkor ugye közben ott mondja is Coulson, hogy Fury-nak el kellett, vagy nem, hogy Fury mondja, hogy Coulsonnak el kellett mennie Texasba uh-huh. valamiért, és akkor ugye a vége után meg gondolom megtalálják kapitányt is, úgyhogy azért történtek ott a dolgok két hét alatt. Ja, hát igen. Három bosszúálló két hét alatt, hoppá! Ja, Fury-nak nem kellett sokáig keresgélni az embereket. Ez biztos. Ja. Na jó, hát figyelj, szerintem nagyjából ennyi. Szerintem mi a 53 percet látok, abból 10-et levonhatunk az első pár perces baszakodásunk miatt. De azért szerintem kibeszéltünk, amennyit tudtunk róla, hát sajnáljuk, legalábbis én sajnálom, hogy ez csak ilyen kis csökött lett, de nem fogjuk elhúzni azért, hogy nem beszéljünk a semmiről. Jelenetről jelenetre, mert akkor még holnap is itt ülnénk. Röviden elmondtuk összefoglalva a véleményünket,
pár dologba belementünk, amit szerettünk volna kiemelni, ennyi. Ennél többet már, hogyha elmondunk, akkor tényleg jelenetről jelenetre. Persze. És ennek meg nem lesz semmi értelme, mert a filmet mindenki meg tudja nézni, hogyha ennyire kíváncsi az, hogy mikor, melyik másodpercben mi történt. Ja. Na, hát köszönjük, hogy végighallgattatok egyébként. Pontosan, és akkor én most elmondanám itt a szokásos dolgainkat. Az első pár linkben ott van mind a Spotify, mind a mindenféle MP3 hallgathatási lehetőség. Akkor egyértelműen fogd be a szádat a Discord. És akkor a legalján ott vagyok én is. Instagram, Hudikord is, mindenki pak-pak kövessetek, meg minden, a Discord, és mindenki csatlakozzon, aki nem akar videóformátumban nézni, mert esetleg nincs YouTube előfizetése, mert amúgy elég kevés YouTube embernek YouTube előfizetése? Van. Ja. Hát mert akkor le tud zárni, és akkor tud bármikor ja, hallgatni. Ja, értem, jó. De hogyha nincs ilyen, akkor milyen promó Spotify-on, tesó, én ingatlanos vagyok. Is. 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 Én minden S is vagyok. Minden S is. S is. Na szóval, a lényeg az, hogy mindenhol hallgassatok, mindenhol kövessetek, mindenhol Patreonunkat most hozzuk létre. Hagyjad már, hogy ezt mindig el kell mondani. De na jó van, most már zárjuk le, mert szerintem ilyen hosszú lezárásunk még soha nem volt. Szerintem biztos, igen. Biztos volt. Úgyhogy már. Most gyorsan le is lövöm. Sziasztok! Hello mindenki!